Nem minden tanár tanítja azt, hogy Széchenyi a legnagyobb magyar bolond és öngyilkos, mert ha ezt komolyan vesszük, akkor a filozófia tudomány segítségével okokozati alapon mondhatjuk azt, hogy milyen lehet a többi. Ha Széchenyi a legnagyobb magyar és bolond volt és öngyilkos, akkor ez egy bolond öngyilkos nemzet. Ez nem igaz. Széchenyi nem a legnagyobb magyar. Amikor ezt Kossuth mondja, akkor elhárítja magától. Miért emel olyan helyre vagy polcra, ahol nem tarthatom magamat? Ő tudta, hogy volt, van és lesz a legnagyobb Szent István. Hiszen a jelmondata is ugyanúgy, mint Szent Istvánnak és Magyarországnak is ez a jelmondata, ha Isten velünk, ki ellenünk. Egyetlen egy Széchenyinél nem egészült ki a címer ezzel a plusz mondattal, csak Széchenyi Istvánnál. Nem volt bolond, ideg összeroppanása volt, és abból olyan virulensen felépült, hogy még a Bach-rendszert is megbuktatja például a Blick című írásával, a Sárga könyvvel, de mondhatnék mást is. És nem volt öngyilkos. Elég csak annyit mondanom, hogy a Római Katolikus Egyház ez idő tájt öngyilkosokat temetőn belül nem temethetett, csak pápai esetleg engedélye. De semmilyen kérvény nincsen se Sopronban, se Győrben, sem Esztergomban, sem Bécsben, sem Vatikánban. És nem is lehetett volna 4 nap alatt ezzel megfordulni, vagy 3 nap alatt, tehát 4. nap temetik el. Ez nagy szamárság, amit tanítanak azok az emberek, akikben nem él a remény, azok önigazolásként felhasználják Széchenyit is. Isten nevelem számra egy nemzetcsonkításra, meg egyebekre. Ez nem helyes. Az én meglátásom szerint, de ismerek történészeket és régészeket is, akik így gondolják, sőt, a Tudományos Akadémián olvastam 7-8 kéziratot, ahol a történészek, jól lehet, hogy nem a kommunizmus ideje tájt, leírják, hogy Gróf Széchenyi István meggyilkolták. Ezek közül csak egyet mondok, dr. Kacsányi Géza Gróf Széchenyi István meggyilkoltatása. Nem tökéletes könyvnek tartom abból a szempontból, hogy Habsburg ellenes. És azt nem tartom helyesnek. Helyes úgy fölkötennem a kérdést, hogy milyen Istenben hitt Széchenyi, és milyen hazában hitt? Istenben az egyetemes katolikus egyház szerinti Szent Háromságos Máriás hite volt, megtért hite volt, édesapjának köszönhetően, Széchenyi Ferencnek, aki Bécs nagy védőszentje, Szent Hofbár kelleme hatására lép ki a szabadkövességből, és onnantól kezdve egy virulens katolikus életet él, és amikor megírja a Széchenyi nagy vívódása idején az intelmeket, Széchenyi Ferenc Széchenyi Istvánhoz, akkor ő ott Olaszországban gyökeresen megváltoztatja az addigi, szabad így mondanom, hogy világfi életét, és onnantól kezdve radikális, szentségi, katolikus életet élt, és még ez Döblingben is így volt, hiszen a csanád érsek járt be hozzá, a szentségekkel ellátni. És ebből következett a család szeretete és a haza szeretete. Igen, az egyetemes identitás az úgy helyes, hogy Isten, család, haza, egység. Mert az Isten és a haza között a család a legkisebb társadalmi egység. Ha a családot szétverik, lásd, az a gender vagy gender őrület, vagy ami a családnak a, szabad azt mondanom, a másik lába, pillére az egyház, a haszt is szétszedik, és minél több egyházzá verik. Én úgy látom, hogy az Isten és a család között harmónia alakul ki, akkor a nemzet is harmonikus tud lenni. De ha az Isten és a nemzet között a család aberrált, és szétszedik az egyetemes egyházat is, akkor már könnyű helyzetben vannak az izmusok.
minden izmus középpontja az egoizmus. Tehát az ördög mindig csinos volt, de soha nem volt olyan csinos, mint most. Most nagy praktikái vannak.